Az Európai Unió nem sokára Lisszabontól Luhanskig terjed majd ki, mondta a német külügyminiszter Kievben újságíróknak, az EU tagországok külügyminisztereinek Ukrajnában tartott informális tanácskozásán. Ukrajna jövője az Európai Unióban, a szabadság közösségében van, fogalmazott Annalina Berbok. Kiemelte, az európai partnerek támogatni fogják Ukrajnát az uniós csatlakozás felé vezető úton. Ezzel kapcsolatban azt is hangsúlyozta, hogy Ukrajna képes fontos reformokat végrehajtani a háborús időszakban is. A német külügyminiszter példaként említette az igazságszolgáltatás, a média és a korrupció elleni küzdelem terén végrehajtott ukrán reformokat. Olha Stefani Sina, európai és euróatlanti integrációért felelős ukrán miniszterelnök helyettes korábban kijelentette, az Európai Unióban általános egyetértés van az Ukrajna és az EU közötti csatlakozási tárgyalások megkezdését illetve de a végső döntést a tagállamok közötti közös munka előzi meg. Volodymyr Zelenszky, ukrán elnök, Katarina Maternova új EU nagykövettel folytatott megbeszélésén megígérte, hogy Kijev egy hónapon belül befejezi a munkát az Európai Bizottság hét kritériumának teljesítése tekintetében. Az ukrán külügyminiszter cáfolta, hogy tárgyalások folynának Ukrajna és az Európai Unió között részleges vagy bármilyen egyéb másodfokú eu tagságról. De Kuleba erről újságírói kérdésre válaszolva beszélt az EU tagországok kijevi kihelyezett informális tanácskozása utáni sajtótájékoztatón. Ukrajna első osztályú állam, EU tagsága is első osztályú lesz, szögezte le az ukrán külügyminiszter. Joseph Borrell az EU kül- és biztonságpolitikai főkép viselője hozzáfűzte, hogy részleges uniós tagság nem létezik, kizárólag teljes körül. Ukrajna Európai Uniós csatlakozása csak idő kérdése, hangsúlyozta Dmitro Kuleba. Mind Ukrajna, mind Brüsszel eltökélt abban, hogy a maximális sebességgel történjen előremozdulás ebben a kérdésben, figyelembe véve mindazokat a reformokat, amelyeket Ukrajna végrehajtott, végrehajt és végre fog hajtani, hangsúlyozta az ukrán külügyminiszter. Josep Borrell kijelentette, az EU csatlakozás önmagában is képes komoly biztonsági garanciákat nyújtani Kievnek. Emlékeztetett arra, hogy 2023 végéig az uniós országok vezetői megkapják az Európai Bizottság ajánlásait Ukrajna esetleges tagságának kérdésében, és ezt követően döntenek arról, hogy megkezdik-e a tárgyalási folyamatot Kievvel. Az EU kül- és biztonságpolitikai főképviselője bízik abban, hogy az EU tagországok az év végéig meg tudnak állapodni egy 5 milliárd eurós biztonsági támogatás nyújtásáról Ukrajnának 2024-re. Ukrajna és Magyarország vásárolja a legtöbb fegyvert Németországtól, közölte a Kijevi sajtó. Az ukrán igény az orosz katonai agresszió kezdete óta nőtt meg jelentősen. Németország az idei év első kilenc hónapjában mintegy 9 milliárd euró értékben exportált fegyvereket, tavaly ez a szám egész évben 8 milliárd euró volt. Ennek több mint egy harmadát 3,3 milliárd euró értékben Ukrajna teszi ki. A második helyen valamivel több mint egy milliárd euróval Magyarország található, majd Budapest után az USA következik 467 millió euróval. Bulgária is megtiltotta az orosz rendszámú autók behajtását a területére, írja a Magyar Távirati Iroda a helyi hatóságok közlésére hivatkozva. A bolgár határrendőrség tájékoztatása szerint a tilalom hétfőtől lépett életbe. Korábban a Norvégia, Finnország, Lengyelország és a három balti állam is bejelentette, hogy lezárják határaikat az Oroszországban regisztrált járművek előtt. Közlésük szerint a tilalmat az Európai Bizottság azon szabályozásával összhangban hozták meg, amelyeket Oroszország Ukrajna elleni háborújára válaszul alakított ki. Az ukrán gázkitermelő vállalatok biztosítják Ukrajna jelenlegi tüzelőanyag szükségletének több mint 90 át jelentette ki Hennagyi Ryabcev energiabiztonsági szakértő az Ukrinform hírportálnak nyilatkozva. Ukrajna megpróbálja saját kitermelésű gázzal fedezni téli szükségleteit, hangsúlyozta a szakember. Mivel a lakosság és az ipar által felhasznált mennyiség jelentősen csökkent, a hazai kitermelésű 18 milliárd kömméter Földgáz elegendőnek bizonyul az alapigények kielégítésére, mondta a kievi energiabiztonsági szakértő. Ukrajna október elejéig több mint 15 milliárd köbméter gázt halmozott fel a föld alatti tározókban.